B. Király Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. B. Király Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Ízületi negyed, fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket, az egészségtér mai vendége Magyar Istvánné Zsuzsa, aki szerintem olyasmivel foglalkozik egyébként, üdvözöllek, és azt is elárulom, hogy természetgyógyász vagy. Szóval aki egyébként olyasmivel foglalkozik, ami szerintem az emberek öngyógyító mechanizmusát segíti elő. És én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz gondolat, azt is elmondom, hogy mire alapozom. Annak idején, amikor a lányom Hollandiában Edében volt ösztöndíjas az egyetemen, és én kimentem meglátogatni. Biankának éppen arcüreggyulladása volt, és amikor orvoshoz akart menni, akkor azt mondták, hogy nem. Itt ez úgy működik, hogy beszélhet az ápolónővel, vagy a nővérrel, mindegy, hogy hogy nevezzük. Ő megadja a tanácsokat, hogy igyon forró teját, inhaláljon, szedjen rengeteg C-vitamint és láss csillapítót, és hogyha 2 hét alatt nem múlik el, majd akkor mehet orvoshoz. Tehát ezzel egyébként elmúlt, tegyük hozzá. Azt akartam illusztrálni ezzel, hogy nem mindenütt az a divat, hogy minden pici dologgal, adott esetben egy fejfájással, vagy egy fáj a gyomrom, vagy egy kicsit szédülökkel orvoshoz szaladgálnak, hanem azt mondják, hogy az orvoshoz akkor megyünk, amikor már mi magunk egy csomó mindent kipróbáltunk. Na most én azt gondolom, hogy te ezt a mi magunk próbáljunk ki dolgokat vonalat képviseled. Igen, tulajdonképpen, hogy mi magunk gyógyítsuk önmagunkat. Hát ameddig tudjuk. Ameddig tudjuk, de én végülis, ha olyan probléma van, akkor azonnal orvoshoz pontosan küldöm. Tehát az orvos nem kerüljük meg, és én nagyon szeretem, ha az orvosi kezelés mellett csináljuk azt, a terápiát, amit éppen neki a megfelelőnek találunk. Igen, tehát ezt a problémájához, mivel többfajta terápiát használok, és szeretem kombinálni a terápiákat. Sokkal hatásosabb. Egyébként, Zsuzsa, egy valamit szögezzünk le, hogy tudnélik, amiket te csinálsz, és amikről nyilván fogunk beszélgetni, igen, az elkövetkezendő percekben, ehhez neked megvan a szakvizsgád, tehát te nem leültél, és azt mondtad, nem, hogy hű, most én ezt vagy azt csinálom, nem, hanem te ezeket megtanultad. Nem, ezt megtanultam. Megtanultam, hogy miért kezdtem el a természetgyógyászatot. A családban voltak olyan problémák, amit az orvosi kezelés nem nagyon tudott megoldani. És akkor amellé próbáltam én nézni alternatív módszert. És így jöttek be az első dolgok, amikkel elkezdtem foglalkozni. Az első, ami volt, az a bachvirág terápia volt, és a kristály terápia. Ezek a bachvirág terápia az egy 38 féle virágból álló eszenciális terápia, és ezt a Bach doktor úgy fedezte fel, hogy saját magán és a betegeim próbáltak ki. Zsuzsa, ez csak lelki dolgokra jó? Nem, ő fizikális dolgokra is, tehát a Bach doktor sebész volt, és észrevette, hogy a betegei lassabban gyógyulnak, ha bizonyos lelki problémákkal is küzdenek. Tehát, hogy vannak lelki problémáik, akkor nem akarnak ugye meggyógyulni. Ezt... Egyébként szabad ne felejtsd, a mai orvostudomány, sőt, volt egy pszichiáter kongresszus, ahol ezt nagyon erősen és nagyon élesen üzenetben hangsúlyozták az orvosok, hogy tudnélik, a betegségeink lelki eredetűek. Tehát ugye, amit a Bach doktor mondott, nem tudom hány éve, azt igen, ma már mi is mondjuk. Igen, és ő saját maga gyűjtögette a virágokat. Tehát ott a környezetébe, az erdőbe kiment, és ezeket azt ki is próbálta. Azt akarod, hogy nekiállt ibolyát szedni, így, vagy hóvirágot szedni, hát, vagy rózsát szedni. Igen, és kipróbálta a virágot. Így van. És ezeket homeopátiás módon vitte bele az eszenciákba. Tehát egy eszencia, ami egy információt ad át nekünk, és így hat ránk.
és fantasztikus módon is hat. Tehát én tapasztalom, hogy pánik problémákra például betegeim, akik járnak pszichológushoz, illetve pszichiáterhez. Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, és köszönöm is, hogy ezt mindig hangsúlyozod. Hogy az orvosi kezelés így van, mellett. Az orvosi kezelés mellett használjuk, tehát hogy az ő állapotuk jobb legyen, elviselhetőbb legyen, és legyen mihez nyúlniuk, amikor éppen úgy érzik, hogy a gyógyszer nem úgy hat. És nagyon jó tapasztalatok vannak vele. A bakterápiát mondtad, de igen. Hát azért soroljuk fel, vagy nézzük meg, hogy bizony nálad egy csomó minden más egyéb módszer is terítéken van, mégis szerepel a repertoárodba. Amit én így első blindre kiválasztottam, például a fülakupunktúra. Na most én azt gondolom, hogy ezt is meg kellett tanulnod, mert hogy nyilván nem kezdem el valakinek a fülét szurkálni csak úgy. Egyébként pedig ugye, amiről beszélünk, az akupunktúra, az egy több ezer éves kínai gyógymód. Igen, és nagyon hatásos is. A kínai orvoslást is tanulmányozom, mint a gyógynövényeket, mint az ételeket is. Szerintem nagyon jó kiegészítője mindenféle orvosi kezelésnek. Tehát betegségben is, nézzük az ételeket is. De a fülakupunktúra az meg azonnali hatás tulajdonképpen. A fülakupunktúrát az tulajdonképpen szenvedélybetegségek kezelésére használjuk mi. Elsősorban, igen, ez a NADA 5 pontja, ezt szúrhatjuk mi, mint fülakupunktúrás addiktológus. De ennek a lényege az, hogy a szervezetet méregteleníti. Tehát, hogyha van mondjuk egy szenvedélybeteg, akit kezelnek, és amellett, tehát orvosi kezelés alatt áll, és amellett még a szervezetét méregtelenítjük, akkor az elvonási tünetek kevésbé jelentkeznek, vagy egyáltalán nem jelentkeznek. És ez nagyon jó. De a fülakupunktúrát kimondottan lehet használni adott betegségeknél, és van diagnosztizáló lehetőség is a fülnél, ugye, mert ez egy reflexzóna, mint a tenyerünk, a talpunk, tehát ugyanúgy leképezi az egész szervezetünket. És a megfelelő milyen pont... esetekben használod még, Zsuzsa? Én milyen esetekben használom? Használom magas vérnyomás esetén például, akkor nem tűt szúrok, hanem akkor mondhatjuk ezt akupresszúrának, akkor mágneses kis golyócskákat használok, és teszek a megfelelő pontokra. Azok ott vannak egy hétig, és stimulálják a pontokat. De ugye nem mondod azt a betegednek, hogy azonnal dobja el a vérnyomás csökkentőt? Nem. Tehát ez a vérnyomás csökkentők mellett sosem mondok ilyent egy betegemnek sem, hogy hagyjon el gyógyszert. Természetesen. Lehet, hogy idővel majd csökkentheti, de ezt az orvosa fogja megmondani, és nem én. Ez egyértelmű. Tehát mindig az orvos az első, és a mellett mi besegítünk. Tehát... Egy nagyon rohanó világban élünk, és azt gondolom, hogy tele vagyunk stresszorokkal. Tehát teljesen mindegy, hogy az ember a magánéletét nézi, vagy azt, hogy kimegy az utcára, vagy hogy közlekedik, vagy sorbál egy bankban, vagy egy postán, tök mindegy. Tehát mindenhol tele vagyunk feszültséggel, szorongással. Látom, hogy vannak stresszoldó módszereid is, amelyek szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Tudsz mondani, vagy mondanál hát nagyon egy-kettőt? Jó. Igen. Én például a légzéslassítást ismerem. Te nagyon jó, a légzéslassítás. Szeretem a tibeti 9 légzést például. Ez nagyon-nagyon jó. Azon kívül a meditáció, akinek több ideje van, de a tibeti 9 légzés az olyan, hogy 5 percet kell rászánni, és napközben is bármikor, amikor az ember olyan helyzetbe kerül, ezt tudja alkalmazni. Azon kívül a hangtál, mint terápia, tehát a hangterápia is olyan, ami kimondottan a stresszt kezeli, tehát hogy megnyugszunk, relaxálunk, akik napok óta nem alszanak, és egy ilyen kezelésre eljönnek, akkor bealszanak.
Tehát, hogy az elején már vannak olyan terápiák még, amik, tehát önmaga az az önszuggesztió, ami szintén hat rá, hogy pozitívan gondolkodjon. Most ugye a tibeti hangtára gondoltál, amikor kimondtad, hogy hangtár. Igen, nem? Tibeti hangtára igen, gondoltam. És akkor én hozzáfűzném ehhez rögtön, hogy a Védákban ugye ezek az első indiai írásbeli emlékek már szerepelnek a tibeti hangtálak, és ugye a véde az tudást és szentismeretet jelent. Tehát igen. Azért az jelent valamit, hogy egy több ezer éves leírásban már olvashatunk ezekről a hangtálakról. És ugye ez nyilván az energiára meg a rezgésre hat. A rezgésre hat, így van. Tehát be is lehet mutatni, hogyha az ember teleteszi a hangtálat vízzel és megüti, akkor úgy kering benne a víz, mint a tóba, amikor bedobjuk a kavicsot. Tehát hogy látható. Sőt, a pingponglabdát, ha szélére teszik, azt is kiüti tulajdonképpen a hangrezgése. Egyébként ugye szóba hoztad a meditációt, ami azért is nagyon fontos, mert a különböző nemzetközi kutatások azt állítják és azt állapították meg mostanában, hogy akik meditálnak, azok az emberek egyrészt tovább élnek, másrészt sokkal inkább védettek a különböző betegségekkel, mondjuk a szívérendszeri betegségekkel szemben biztosan. Hát biztos, mert lelassul a légzésünk, ugye? Meg és gondolom, és akkor az egész anyagcserénk is lelassul. Így van. Milyen módszereket használsz még, Zsuzsa, a stresszoldáshoz? A stresszoldáshoz. Maradjunk még mindig ennél, ez szerintem én használom fontos. A kristályterápiát is, tehát a kristályterápiánál is egy relaxációs állapotba kerül a paciens, tehát nagyon ellazult állapotba, és ugyanakkor energiát is kap. Tehát ebbe az a csodálatos, hogy mi alatt ő relaxál, ugyanakkor az energia háztartása, az az egyensúly harmonizálódik. Tehát az a lényege, hogy az energetikai rendszerét harmonizáljuk közben. Utána úgy érzi, tényleg úgy érzi a paciens, mintha kicsit megfiatalodott volna, mintha erőt kapott volna. Lehet ezt különben irányítottan is csinálni, tehát hogyha valakinek van kimondottan problémája, mondjuk egy törés a kéznél, vagy baleset utáni, és az ember oda irányítja az energiát, akkor ő úgy érzi, hogy a fájdalma az lassan megszűnt, vagy gyengébb, tehát vannak annak fokozatai ugye a fájdalomnak, és úgy érzi, hogy most egész jól van, tehát hogy az öngyógyító folyamata beindul ezáltal, tehát hogy ő maga már úgy érzi, hogy a keze sokkal jobban mozog. Hát és az agyunkkal, meg az elménkkel tényleg hát, vagyunk képesek. Igen, a tudatunk az fantasztikus, tehát hogyha mi meg akarunk gyógyulni, és pozitívan gondolkodunk, tehát az a leges legfontosabb, hogy mindig pozitívan álljunk a dolgokhoz. Tehát nem mindig a rosszat vegyük észre, hanem vegyük észre a jó dolgot, és minden helyzetből a jót próbáljuk meglátni, akkor valószínű, hogy a stressz hatások sem érnek olyan rosszul minket. Zsuzsa, te ezeket, a nyilván beszélünk még más egyéb módszerekről is, de hát amiket gyakorolsz, használsz a betegeid esetében, ezeket a módszereket te magadon is alkalmazod? Hogyne. Mi a kedvenced neked? Én úgy kelek fel, hogy reggel meditálok. Meditálsz. Utána tornászom. Mennyit meditálsz, és ez milyen típusú meditáció? Hát ez körülbelül egy 10-15 perc, 20 perc, nem kell sok meditáció. Az a lényeg, hogy az ember érezze, hogy az energiák elindultak benne. Tehát ezt minden nap csinálod? Ezt minden nap csinálom. Ezzel indítom a napot, utána tornászom, természetesen, mert a mozgás nagyon-nagyon fontos mindenkinek. És tehát ez a kedvencem, a hangterápia, ugye kezelés során én magam is kapok abból, tehát, hogy engem is kicsikét energetizál. Tehát akkor ugye, szereted a tibeti hangtálat nagyon, is? Nagyon szeretem a tibeti hangtálat, nagyon szeretem a kristálykezelést is, mert ugye az is szintén nekem is ad energiát. Persze. Nem csak elvisz, hanem az is.
Fülakupunktúrát is nagyon szeretem, mert például mostanában elég gyakori a fülzúgás. Ezek a különböző rezgések, az olyan rezgések, amit a környezetből érnek minket, nagyon befolyásolnak. Van paciensem, aki nagy feszültségű vezeték alatt lakik, és neki fülzúgása van. És időközönként eljön egy-egy terápiára, ami akupunktúra, fülakupunktúra, akkor egy kis kraniószakrális terápia, és utána egy jó darabig sokkal jobb a hallása. Sajnos új lakást nem tudok neki adni, ő sem tudja lecserélni, viszont ezen kell segíteni. Nagyon érdekes, amit el szeretnék mondani, hogy én dolgoztam olyan helyen, hogy az irodát megváltoztatták, nagy légterület, mindenféle informatikai berendezésbe került az irodába, és elkezdett fájni a fejem. Minden nap fejfájásom volt. Minden nap gyógyszert vettem be, hiszen nem lehet úgy dolgozni, hogy az ember nem tud gondolkodni. És nagyon érdekes, mert a gyógyszerészem mondta, hogy próbáljak már ki valamit. Tehát ez még azelőtt volt, hogy elkezdtem a természetgyógyászatot, hogy próbáljak meg valamilyen mágneses dolgot. És azután én elkezdtem, igen. Vettem a nyakamba, vettem a kezemre. Egy hét múlva megszűnt a fejfájásom. Tehát a mágneses tér, ami ugye körbevett, érzékenyebb, egyes emberek érzékenyebbek erre, és ezáltal az én saját mágneses terem megváltozott, és megszűnt a fejfájásom. Tehát néha egész apró dolgok azok, amik megváltoztatják az energetikai rendszerünket, és ezáltal már jobban érezzük magunkat. Zsuzsa, akik hozzád járnak, azok melyik kezelést részesítik előnyben? De úgy is kérdezhetem, hogy a te klienseidnek melyik a legfontosabb, vagy melyiket szeretik a legjobban? Hát a tibeti hangmasszás. A tibetit? Igen, a tibeti hangmasszást szeretik nagyon. A fülakupunktúrát is szeretik. Nem a szúrásosat, ezt hozzá kell tennem, az elektroakupunktúrát. És a kis mágnes golyócskákat. Van, aki szoktam használni. Mert a szúrásos azért fáj? Hát a szúrásos fáj, kellemetlen. És kellemetlen, és inkább ott is inkább ezt az egy hétig bent maradó tűket, tehát ezeket a mikro tűket szeretik, tehát hogy tovább ingerli a pontokat, és valószínű, hogy hatásosabb is. Tehát ezt például a súly feleslegnél szoktuk használni. És tehát amikor valaki fogyni szeretne. Fogyni szeretne, így van, akkor, és akkor egy kis természetesen egy kis mozgással, és természetesen egy kis étrend változással. Tehát, hogy ilyenkor azt használod, amelyik, ahogy mondtad, marad egy hétig? Tehát két hétig van, aranyozott kis mikrotűk vannak, és azok bent lehetnek olyan, mint egy kis ékszerek. És akkor viszont a nadapontokat szorom meg, és azok vannak bent két hétig. És akkor két hét után, ha nem jött ki magától, meg ki tud magától is jönni, akkor azokat kivesztem, és akkor egy újabb. Van még egy nagyon érdekes dolog, amiről nem beszéltünk, nyilván van még sok, de most igen. Ami nekem eszembe jutott, nemrég találkoztam a Springmet kiadónak az egyik könyvével, amelyik ezekről a bizonyos Schüssler sókról szólt. Igen. És ez nagyon érdekes dolog, mert ugye egy német orvos alapította, aki azt mondta, ezt nyilván jobban fogod tudni nálam, hogy 12 ásványi só van, ami a szervezetünk egészséges működéséhez kell, és én most abszolút szubjektív módon kiválasztottam egyet, méghozzá a nátrium-szulforikumot, és itt vannak szépen felsorolva, hogy ha valakinek ez kevés a szervezetében, akkor milyen tünetei léteznek, tehát miből lehet ezt észrevenni. És most ezt felolvasnám neked a könyvből. Azt mondja, hogy gyulladásos, kékes vörösség orron, arcon, például a rozácea. Táskák, ödéma a szem alatt, főleg reggelre. Epekőre, vesekőre hajlam, epéspanaszok, teltségérzet, puffadás. Haspuffadás, bőzös szelek. Hasmenésre hajlam,
világos, pépes, ezt most nem mondanám, hogy milyen szék lett. Evés után aluszékony, készfej, lábfej, szem alatti ödéma, ödéma testszerte. Most nyilván gondolom, mind a 12 csónak megvan a maga testi tünete. Úgy tapasztalod, hogy ez egy jó beosztás, hogy ez használ? Ez nagyon-nagyon használ, különben tényleg az arcról szinte le lehet olvasni, mert hogyha valamilyen ásványi anyag hiányzik a szervezetből. Na most a süszlások is természetesen szintén homeopátiás módon működnek, és ennek ez a lényege, hogy amit mi megeszünk táplálékba, és abból a megfelelő ásványi sót oda juttass el, ahol kell a szervezetnek, ahol hiánytünet van. Tehát, hogyha mondjuk kálciumfluorátumot, tehát a nagyon jó a szövetekre, a bőrre, ha látjuk, hogy nem olyan feszesek, tehát lazábbak, a szövetek lazábbak, a bőr is egy kicsiket, akkor ugye ehetünk dióféléket, abban van. Viszont, hogyha a kálciumfluorátumot is bevisszük, akkor az segít, hogy valóban oda jusson el, ahol szükség van rá. Mind az eregbe is, mert az erek is lehetnek lazábbak, és ott is nagyon-nagyon jól segít. Hogyan fogadják a klienseid, amikor azt mondod nekik, hogy hát akkor te most úgy gondolod, hogy erre a sóra valamelyikre szükséged van? Nagyon, nagyon szeretik. Hát ez is természetesen ezt is napi szinten használjuk. És állapotfelmérést is szoktam végezni, és akkor az egy energetikai rész, és akkor megmutatja, hogy a szervezetben hol van gyengeség, energetikai gyengeség, és mit kell erősíteni. Na most ott, ha erősíteni kell valamit, akkor más süszle sokkal is lehet erősíteni. Tehát magával a táplálékkal, és a süszle sokkal is lehet. Nyilván szereted, hogyha ezt csinálod, és igen, ezzel foglalkozol. De miért? Tehát mi abban a jó neked, hogy itt most felsoroltunk 7-8-9-10 módszert, hogy te ezeket használod és alkalmazod? Minden ember más. Minden embernek más használ. És szeretem, ha visszajeleznek, hogy jó, hogy volt az orvosánál, és azt mondta, hogy csodálatos az egészségem koromhoz képest. És hozzám jár mondjuk 5 éve. Nem mint beteg, hanem úgy, mint a stresszkezelés, mint a tehát, hogy ő szeretné az egészségét megőrizni. Na most Zsuzsa, ezek az emberek például, akikről most beszélgetünk, és akik hozzád járnak, az orvosaiknak elmondják, hogy én kérem szépen járok egy természetgyógyászhoz, igen, ahol nekem ilyen és ilyen alternatív kezeléseim vannak. Na az érdekel, hogy ilyenkor mit szól az orvos? Van, amelyik elfogadja és örül neki, mert végül is a megelőzés a fontos. Szerintem, hogy ne jussunk el a betegségig. Ha pedig betegség van, akkor amellett mi is tudjunk adni egy alternatívát, tehát, hogy a kezelés mellett az ő állapota jobb legyen. Tehát, jobban érezze magát. Tehát azt mondod, hogy az orvosok nyitnak, és nem elutasítóak, igen, az ilyen kezelésekkel szemben? Igen, igen. Én nekem van egy ilyen tapasztalatom, hogy nagyon sok orvos, ha az ő kezelése mellett, természetesen, mert az orvos a legfontosabb, és amellett van egy alternatív lehetőség is a beteg számára, hogy ő jobban érezze magát. És ezt nem zárják ki. Van, amelyik orvos azt mondja, hogy rendben van, van, amelyik csak esetleg volint rá, de van, amelyik van olyan, aki küldött is hozzám paciens. Tehát, hogy igazándiból nincs kizárva. És én úgy tudom, hogy ez nyugaton főleg így működik, hogy az orvos mellett van egy alternatív gyógyász. A családtagjaidat kezeled? Igen, természetesen, hogyne. Hogyne, első sorban, tehát hogyha bármi probléma van, azonnal felhívnak, még Németországból is hívnak, ott is vannak rokonaim, keresztlányom, és ha valami probléma van, és nem tudja megoldani, azonnal hív. Tehát, hogy még így is működik a dolog. Én nagyon köszönöm Magyar István és Zsuzsának, hogy itt volt velünk, és beszélt azokról az alternatív
lehetőségekről, azokról az alternatív módszerekről, amelyek szerintem, aki kipróbálja, az pontosan tudja, hogy jó, azért azt tegyük hozzá, hogy ezeket csak megfelelő képzettséggel és megfelelő tudással érdemes alkalmazni, és azt is tegyük hozzá, hogy nagyon fontos, hogy ezek sohasem az orvosi kezelés helyett, hanem az orvosi kezelés mellett legyenek elérhetőek, azt hiszem egyetértesz velem ebben. Így van, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, nézőinknek pedig, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! Ízületi negyed, fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril Divatárul és ékszerüzlet gondoskodik.